Tisztelettel köszöntöm Önöket, rögtön le is lövöm a jó kedvünk okát, végre egy hölgy is közöttünk, dr. Bauer Krisztina ügyvéd. Mondjuk egy körben néztem magunk, pont sem. Hát ha ez a jó kedv, akkor... Hát igen, jó, hát azért... Itt előtte azért egy-két poén is elhozott. Krisztinának előre szólok, hogy itt vannak bizonyos illetők, akik néha rondán beszélnek, jó? Igen, nem szoktam, tudom, egyednek voltak-e fiútestvérei. Fiúsítva vagyok. Jó, jó van akkor. Igen. Csintalan Sándor is itt van. Jó napot, magyarok. Dévény István. Üdvözlöm. Szerető Szabolcs. Jó napot, jó estét, szervusztok. És még el kell mondanom az elején, hogy december 17-én kötött fogás extra a megszokott helyen, 19 órakor. És kik leszünk ott? Dévényi István, Csintalan Sándor, Konok Péter, Puzsér Róbert, és jó magam. No, az első témánk, hogy Orbán Viktor úgynevezett védelmi tanácsot hozott, vagy hívott össze, mert hogy háborús vészhelyzet van. Ugye én ezt többször elmondtam, hogy minden reggel úgy kerek föl, hogy elkezdődött-e már a harmadik világháború, tehát én ezt komolyan is veszem. Ti mennyire? Senki nem. Hú, a védelmi tanács. Hát meg ezt a harmadik világháború kirobbanása, ugye most... Én szokás szerint az M1-en követtem a harmadik világháború felé is odródásunk pillanatait, és az megint nagyon kemény volt. Van ez a 3x3-as szuverenitásvédő ügynök tiszt, igen, igazgató úr. Igen. Arról beszélt, hogy ez az egész most arról szól, azért írta alá Joe Biden ezt a bizonyos amerikai nagy hatótávolságú rakéták oroszországi célpontok elleni bevethetőségét engedélyező, ezt nem tudnám még egyszer elmondani. Amit állítólag már azért írta alá, mert időt akar húzni, hogy addig, amíg mindenki ezzel bíbelődik, és Trump nem lép ugye hivatalba, a Biden család eltüntethesse a gyanús ukrajnai bizniszeinek a nyomait. A rakétával? Aha, nem, mindenki ezzel fog foglalkozni, hogy jaj, harmadik világháború közben Bidenék eltüntetik a gyanús ügyeiket. Eddig nem tudott eszükbe, hogy ezt csinálják. Hihetetlen, igen. Úgyhogy majd, ha netalán mégiscsak kitörne a harmadik atomháború, és akkor Orbán Viktornak, ez az első lenne, és az utolsó is egyben, de hogy a harmadik világháború is Orbán Viktornak lenne ismét igaz, akkor azt már nem tudnánk megbeszélni, meg ő se tudna örülni neki. Én azon gondolkodtam, hogy Putyin mit tudna még emelni a téten? Tehát mi lapulhat még a zsebébe hadászatilag ezen kívül? Mert most mindenki attól rettek, hogy amint a Fidesz attól rettenek, hogy majd deszkalálódik a háború. Hát akkor már megnyerte volna, nem? Tehát hogyha még tudna valamit nyújtani, akkor ez tényleg egy pár napos lett volna ez a nácitlanítás, mint ahogy azt eltervezték, és nem 1002. vagy 1003. napja mészárolnák, meg mészároltatnák a sajátjaikat, meg a ukránokat az oroszok. Akkor nem marad más, csak az atomháború. Hát én azért nem hiszem, hogy jó, tehát te nem veszed annyira komolyan. Igen, és majd ez lesz. Most a német vállalatokat... Ez lesz felírott, a Dévény István utolsó szavai. Én nem hiszem. Orbán Viktor pedig napja. Tudod, mi volt a Mitfárer utolsó szava? Az, hogy illetve. Van egy pár ilyen, igen. Hát még akkor hozzáteszem, hogy elkezdték a német vállalatokat háborús helyzetre fölkészíteni a német hadsereg. Jó, csak mondom. Mai hír egyébként, hogy az oroszok is egy ilyen, nem tudom milyen nagy hatótávolságú rakétával lőtték Ukrajnát. Tehát, hogy ilyen értelemben valami eszkaláció tényleg történik. És az a baj ezzel az egésszel, hogy sajnos a Fidesz kommunikáció, propaganda, ha úgy tetszik, a világ végéből is tudna paródiát csinálni, szóval most, amikor ezek a nagyon súlyos mondatok elhangzanak, most, hogy a Mencer Tamás is valami olyasmit mondott, hogy nem voltunk soha ilyen közel a harmadik világháborúhoz, hát legutóbb a július 9-i választások előtt voltunk folyamatosan legközelebb ez a háborúhoz, de az egyet, hogy persze el lehet ezt viccelni, és még azon is lehetne, te azt mondod, hogy minden a párod, hogy hát nem várom. Nem, úgy az is, hogy reggel mi jön-e az, hogy a harmadik világháború. Én ilyet nem jó, csak hogy a hírekben, na.
De hogy tulajdonképpen inkább a viccelőnök azt kellene várni, hogy most, hogy ugye Trump megnyerte a választást, minden reggel a békét kellene várni, ugye, hogy ez bekövetkezik. De most a békevitorlás vesztegel. Vesztegel, igen, majd beiktatják, és akkor meglátjuk. De az a helyzet, hogy a helyzet egyébként most tényleg súlyosabb, mint volt. Nyilván nem olyan az értelemben, hogy én is, nyilván nem a harmadik világháború küszöbén áll a világ, hanem hogy azt mindenki látja, hogy Trump megválasztásával és majdani előrelátható hivatalba lépésével valóban lehet, hogy itt egy új helyzet teremtődik, és erre a helyzetre a felek igyekeznek felkészülni, és hogyha esetleg az a szenárió mégis megvalósulna, hogy valami fajta fegyverszüneti puhatolózás van, akkor nyilván mindenki annál jobb pozícióban van, vagy annál jobb feltételeket tud kizsarolni magának majd egy esetleges béketárgyaláson, ahogy a harctéren minél jobb pozíciókat ér el. És ilyen értelemben ugye a Fidesz kommunikáció most ugye ezt az amerikai elnöki döntést nevezi eszkalációnak. Érdekes módon olyan nagyon nem beszéltek erről, amikor kiderült az, hogy gyakorlatilag megjelent egy új hadviselő fél ebben a háborúban, ugye Észak-Korea, amely, ha minden igaz, vagy 10 000-nyi fegyveres harcoló katonát küldött a frontvonalra. Én nem tudom, hogy ennél nagyobb eszkaláció kell-e egy háborúba, és érdekes módon miközben a Fidesz azt mondja, meg a fideszes megmondó emberek, hogy milyen veszélyes az, hogy valaki fegyvereket szállít Ukrajnának, miközben Oroszországnak a saját szövetségesei folyamatosan szállítanak fegyvert, és még katonákat is küldenek. Érdekes módon ezt nem teszik szóvá, ilyenkor nem eszkalálódik annyira a háború, tehát rendkívül álságos, amit ők képviselnek. Ugyanakkor az a helyzet, hogy azért, mert valaki folyamatosan farkast kiáll, és ugye ezt teszi a Fidesz, most is lehet legyinteni arra, hogy ez a Védelmi Tanácsot egy kommunikációs okból hívták össze, hiszen egy ilyen szervezet, ha összeül, akkor valamifajta döntést kellene hozni, vagy valamit mondani kéne, hogy eddig így volt, most máshogy lesz. Mondjuk nem nagyon kell, mert ugye most is háborús veszélyhelyzet van, tehát hogy ezt újra nem lehetett elrendelni, de akkor is valamit kellett mondani. Ez pusztán csak arról szólt, hogy a hírekben megint lehessen ezt hangsúlyozni. De ettől függetlenül én is azt látom egyébként, hogy a helyzet az veszélyesebbé és súlyosabbá vált. Még egyszer mondom, még hogyha nem is egy világháború felé utalnak a dolgok, de a konfliktus egyre súlyosabb, egyre véresebb, és egyre áldázabbá válik. Egyébként magyar szempontból kétségtelenül most jutottunk el a legveszélyesebb pontig, hiszen 17-én a határtól 20 kilométer lévő Munkácsot érte találat, dróntalálat, ami valamilyen módon azért a magyar diplomácia figyelmét nem keltette föl, hogy Munkács várát, ami a magyar történelem szempontjából egy kiemelkedő fontosság, ugye állítólag Álmos vezér alapította, meg Zrínyi Ilona védte 2 éven keresztül a császáriaktól, tehát ennek ellenére ugye ez most már elérhető közelségbe került, tehát most már valószínűleg, hogy valahol a Beregi térségben már hallani mondjuk fegyverropogást, mint ahogy annak idején a délszláv válságnál, ugye Baranya megyében folyamatosan ez egy élménye volt az ott élőknek, nyilván negatív élmény. A másik helyzet az pedig az, hogy ugye mondtátok, hogy 1000 napja tart ez a háború, valójában ez a háború, ez ugye 10 éve tart, 2014 óta tart, még akkor is, hogyha 15 és 22 között volt egy olyan fegyverszünet, amit azért kisebb-nagyobb villangások megszakítottak, és fegyveres akciókkal mindkét fél irányából ezt a fegyverszünetet megtámadták, vagy felülírták, és azért azt ne felejtsük el, hogy Európában ilyen hosszú háború a 18. század óta nem volt. Tehát európai ország kapcsán nem tudjuk, hogy mit jelent 10 éve háborúban állni, mennyire traumatizál egy országot, mennyire tör össze egy népet az, hogy folyamatosan támadásnak és veszélynek van kitéve. És nagy valószínűség szerint azért azt is tudhatjuk, hogy ez alatt a 14-től 24-ig terjedő időszak alatt Trump már egyszer volt elnök, és azért akárhogy is nézzük, ugye akkor sem sikerült ezt a fegyveres konfliktust végképpen vagy végérvényesen rendezni. A Trump kapcsán pedig ugye az is azért elmondható, hogy még abban az esetben is, hogyha sikerül valamilyen módon rákényszeríteni az ukránokat arra, hogy tegyék le a fegyvert, semmi garancia nincs arra, hogy Putyin mondjuk ezt a helyzetet nem használná ki arra, hogy tovább nyomuljon. Úgyhogy ez egy annyira sok tényezős dolog, hogy valójában benne van az is, hogy nem történik semmi, és egyébként
nyilván kisebb boccokkal, de benne van az is, hogy ez eszkalálódni fog. Csak annyit, hogy azért megmozgatta a magyar diplomáciát a Kárpátalját orosz támadás, mert hogy Szijjártó Péter kiállt és elmondta, hogy most, hogy a magyar lakta Kárpátalja, hogy belesodródott az ukrán háborúba, mert ugye mindig mindenkit, Putyin nincs, oroszok nincsenek, vagy ilyen sodrások folyamatosan, de most, hogy belesodródott Kárpátalja is az ukrán háborúba, fokozni kell Brüsszelben a békeharcot. Igen, még jobban kell akarni a békét. Jó. Igen, nehéz szavakat találni különben. Szerintem erre az egész történetre, mert mondjuk az, amire Krisztina is utalt, az elég fényesen bizonyítja, hogy addig, és ha úgy tetszik, magamat idétem, amíg Putyin nincs orba vágva, addig az oroszok nyomulni fognak pont. Ez olyan világos, mint a nap. És ha úgy tetszik, egyetértek azzal, hogy mondjuk tegnap előtt óta két lépéssel közelebb vagyunk egy harmadik világháborúhoz. Ez így van. A kérdés igazából az, hogy mondjuk például a magyar diplomácia, a magyar politika ennek a háborúnak a megállításához, ami egyetlen dolgot múlik csak az orosz agresszió megállításán. Ukrajna nem támadta meg Oroszországot, nem ohajt bevonulni Oroszországba. A véres övezetbe egyébként hosszú évtizedek óta Ukrajnát egyébként, ugye azt hiszem Timothy Snyder óta véres övezetnek hívják. Tökéletes illúzió azt elképzelni, hogy itt a szomszédunkban, ha Trump le tudná állítani, amit kétleg, tehát az egész nyugat támogatását már, hogy Trump szavára a nyugat, a kollektív nyugat leállna az ukrán háború, honvédő háború támogatásával, akkor ott egyszer csak mindenek vége lenne, kitörne a béke. Ami új ebben, ugye ebben a harmadik világháborús helyzetben, ha úgy tetszik, tényleg a nukleáris fenyegetés, amit egyébként az oroszok újra és újra különböző vörös vonalak húzásával igyekeznek, hogy mondjam, demonstrálni, fenyegetni. Ami belpolitikailag érdekes most ebben a históriában, az tágabb összefüggésben is érdekes, már a magyar belpolitika egészére vonatkozóan, hogy mitől olyan béna, és mitől olyan agresszor párti a magyar közvélemény zöme, és mondjuk a magyar politikai elit, ha úgy tetszik, egyetemesen, úgymond a béke jegyében, hát ki ne akar a békét, úgymond a béke jegyében lényegében kiszolgálja az orosz propagandát. Az ellenzék is. Én most kezdeményeztem az én pártomnál, hogy itt pártok, annak ne üljek a válaszmányon, újra kell gondolni, és ki kell mondani, hogy ki az agresszor, és oda kell állni a megtámadott áldozat mellé. Teszem hozzá, hogy azért egy szempontból érdemes lett volna ennek a kabinetnek az összehívása, ha mondjuk az a döntés megszületik, hogy Kárpátalja így is átminősítik háború által megtámadott övezetté, vagy mert Ukrajnában ilyen övezetek vannak kijelölve már a magyar kormány által, ahol a megtámadott lakosság, ha elmenekül Ukrajnából, akkor Magyarországon különleges elbírálás alá esik. Márhogy az, akit konkrétan veszélyeztet a háború. Na most a Kárpátalja, magyarok, munkás eszembe se jutott, a szomszéd, és odavágnak egy rakétát, hát ha valamiért ennek ezen határ vagy régió újra minősítése miatt mondjuk érdemes lett volna ezt a kabinetet összehívni, de hát nem. Úgyhogy egyelőre sok érzelem van bennem, mondjuk például az egyik legfontosabb a szégyen. Szóval ez valami egészen elképesztő. Most a Szabad Európa csinált egy 30 perces mozit, majd nézzétek meg Bucsáról. Egyébként pont ez jutott eszembe, amikor olvastam a kérdéseket, hogy míg a magyar diplomácia mély kusban nézi, ahogy a honfitársainkat veszélyezteti, meg hát gyakorlatilag ugye magyarok is nyilván besoroztak, magyarokat is besoroztak az ukrán seregbe, addig, mint ahogy ezt az országot úgy általában a diplomáciai, hogy mondjam, az országimást is
civilek működtetik a sárkányellátóval, akik olyan fontos munkát végeznek, ami gyakorlatilag lehet, hogy majd mondjuk esetlegesen egy háborút követően lehetővé teszi, hogy mondjuk ne köpjék le a magyarokat Európában. Tehát egyébként... Ukrajnában. Ez borzasztó fontos. Ez a kormány szerintem emberemlékezet óta, vagy nem tudom, nem vagyok elég működött. Volt-e olyan regnáló magyar hatalom, ami annyit ártott a Kárpátalján élő magyaroknak, mint ez a kormány? Én tényleg, hát nem hobbiból nézem az M1-et, mert az durva lenne, de hogy kíváncsi vagyok még mindig, hogy mit tudnak még összehozni. Olyan szintű ukrán ellenes propagandát tolnak, tehát ez már az úszítás szintje. Amikor azt, tehát például a kárpátaljai események után nyomtak egy 10 perces blokkot arról, hogy milyen kényszer sorozások vannak Ukrajnában, és hogy így bemutatták is, hát jaj, meg dráma, meg minden. Tehát, hogy hányni tud de, még? De tényleg, de többször tényleg. Beszéltünk erről, és de miért? Még annyit, miért? Hogy, mi a hozadéka? De miért? Azért, mert a közmédiában ugye ezt én megtapasztaltam, de azóta turbófokozatra kapcsoltak, egy ilyen proaktív benyalási törekvés küldi folyamatosan a szerkesztői lelkeket, kebleket, és mindig túl akarják teljesíteni azt, amit ők gondolnak, hogy mit várhatnak. Még gépbek, mint a G-központ. Igen. És annyit még, hogy a Fidesz nek ez a béketerve, amit a béke izéje, amit a Fidesz tábor lelkesen átvett és hangoztat, hogy tehát nekem nagyon furcsa, hogy emberek nem gondolkodnak tovább egy mondat után. Tehát amikor azt mondja Orbán Viktor, hogy Trump majd elzárja a pénzcsapokat, ugye, ukrán támogatás megszűnik, ők meg a szuverenista mozgalom keretében ráveszik, elfoglalják Brüsszelt, és ráveszik az Európai Uniót, hogy szintén fejezze be, vagy legalábbis csökkentse, de inkább fejezze be Ukrajna támogatását. Tehát ott áll majd Ukrajna magára hagyva, és akkor mi történik? Ettől, hogy lesz béke? Putyin így megáll, és akkor azt mondja, hogy na, ezeket most simán lenyomnánk, kössünk békét. Egyébként... Nem tudom felfogni, hogy tudják ezt, hogy nem érzik benne, hogy itt valami apró, pici probléma esetleg lehet ezzel. Ha már föltetted azt a kérdést, hogy mit látnak benne, azt a kérdést is mellé kell tenni, hogy kik. Mert hogy a köztév, az állami televíziókban meg itt ott működő propagandaügyi szakmunkások mit látnak benne, az egy kérdés. A hatalom mit lát benne? Ezen lenne muszáj elgondolkodni, márpedig ugye a végrehajtó hatalom érdekei, mert ez a narratíva valamiért ki lett találva. Ez teljesen értelemszerű. És amiért persze nem az az igazi válasz, ami itt-ott felmerül, mert hogy az Orbán zsarolják, hát most vagy zsarolják, vagy nem, engem őszintén nem érdekel. Mert ha éppen zsarolják, akkor az is egy ilyen mentegetésnek hangzik, igen. De hogy miért az egész magyar politikai elit rabja ennek, különösképpen miért a végrehajtó hatalom, és mit remélnek egy olyan világtól, illetőleg a magyar állampolgárok mit remélnek egy olyan világtól, ami mondjuk egy kicsit emlékeztet Bielorussziára. Mert amúgy ez a dolog azért ez egy globális hal. Igen, tehát az Orbánnal ebben is egyetértek, hogy itt van egy globális verseny. Egyrészt Kína megjelent, mint versenyző, és deklaráltan is nyíltan versenyez. Az Amerikai Egyesült Államok deklaráltan is nyíltan versenyez, régiók versenyeznek, az Unió, ha úgy tetszik, az Unió nagysága, vagy Európa nagysága, több olyan globális politikai tényező van, amelyik számára az unió ereje, az unió nagysága nem a vágyálmok, ne továbbja. Ez az Európa sokkal szimpatikusabb lenne az orosz agresszornak is, adott esetben Kínának is, és sok szempontból adott esetben Amerikának is, hogyha ezek a innen nézve nagy nemzetállamok a globális térben kicsik, tehát Franciaország is kicsi, Németország kicsi, Nagy-Britannia is önmagában, noha megvolt a Brexit, kicsi. Tehát ebben az erőtérben sok olyan érdek van. És igazából én nekem az érzésem, politikailag is, meg ha úgy teszik, geopolitikailag is, hogy valami olyasmit akar az Orbán a piacon árulni, ami az unió együttműködési készségével függ össze, és miután az Európai Unió nem tudja garantálni, nem is akarja, de senki számára, hogy az Orbáni hatalom mondjuk adott esetben dinasztikus jelleget öltsön,
Hát olyanoknak a fenekébe kell bebújni, akik egyébként adott esetben akkor is megóvnak, mint Lukasenka Bielorussziában, ha egyébként gáz van. Ez tekintetben érdekes, hogy éppen ezen a héten látogatott Magyarországra a kazak elnök, aki, ha jól emlékszem, valahogy úgy került hatalomra, hogy ott volt egy felfordulás, és gyakorlatilag az oroszok beavatkozásával lett ő kazak elnök, tehát így most így két szuverén ember itt tudott akkor találkozni Budapesten. Én azt gondolom, hogy a kérdés, hogy mondjuk a propaganda miért ennyire ukrán ellenes, hát ne ügyleg az okokat próbáljuk keresni, és az egyik az nyilvánvalóan az, hogy azért a Fidesznek az ellenség képében ugye az a nyugat. Egyértelműen a nyugat, illetve most Brüsszel elsősorban, nyugat-nyugat-európa, az Európai Unió. Most Amerika nyilván egy kicsit árnyalt, most egy más helyzet van, ugye most Washingtonra mégsem lehet azt mondani innentől kezdve, legalábbis januártól kezdve, hogy ellenség, de persze azt még meglátjuk, hogy ez hogy fog fejlődni ez a magyar-amerikai viszony, ezt be most érdemes belemenni. Mindenesetre, hogyha a nyugat az ellenfél, akkor végülis logikus az, hogy az ukránok ellen kell hergelni a tábort, és az jól látható, hogy Orbán Viktor egy olyan, ahogy minden, ugye a Trump győzelmére tett fel mindent, itt úgy tűnik, hogy ebben a háborúban is ő, hát ha úgy tetszik, Putyinra tette fel a zsetonjait. Igen. Azt mondja, hogy legalábbis egy olyan, úgy legyen vége ennek a háborúnak, hogy a Putyin pozíciói azok ne legyenek gyengék, tehát továbbra is egy potens erős szereplője maradjon a nemzetközi politikának, és ez nyilvánvalóan ez az kell, hogy így vagy úgy, de Ukrajna ugye rosszul jöjjön ki ebből a háborúból. És az érdekes, hogy ő korábban sokszor hangoztatta, még a háború ellen is mondta időnként, hogy Magyarország szempontjából az a jó, hogyha közöttünk és Oroszország között van egy állam, egy lehetőleg minél nagyobb kiterjedésű állam, ugye ez Ukrajna, mint tudjuk. És érdekes, hogy ha ezt tudjuk nevezzük Orbán doktrinának, ezt egyébként nyilván nem ő találta ki, az Antal József is hasonlókat mondott, akkor Putyin éppen ezt a doktrinát próbálja szétzúzni, vagy legalábbis gyengíteni ezt a dolgot, mert akárhogy is nézzük, azért kezd így közelebb jönni Magyarországon. És nem csak az, hogy a rakétát odalövő most már Kárpátaljára is, hanem ugye az a nagyon lassan megy előre, de ugye azzal, hogy Ukrajnából egy bizonyos területet már katonailag kihasított, ezzel közelebb került Magyarországhoz. És hát a másik kérdés az itt nyilván a területi kérdés, és van Ukrajna státuszának a kérdése. Én azt gondolom, hogy az egészen elképesztő, hogy Ukrajna NATO tagságát mindenki egy ilyen fenyegetésként fogja fel, holott azt hiszem, ezt múltkor is elmondtam, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy akármi is lesz a háború végén Ukrajnának, mondjuk milyen terület fölött rendelkezik ez az állam, ha nem lesz NATO tag, vagy minimum a biztonsági garanciát nem terjesztik ki Ukrajnára, akkor semmi garancia nincs arra, hogy ez a háború folytatódjon, hogy legfeljebb jegerni lehet a konfliktust, Oroszország erőgyűjtés, ugyan milyen biztonsági garanciával a NATO tagságon kívül, ami Putyint véglegesen Putyin megállíthatná. Putyin szava, mert megígérte, hogyha mégiscsak lett békés, akkor alá fog jönni, mindent is be fogja Putyin tartani. Putyin idején az ország többször garantált a képségét. Ugye feltétel, hogy ne legyen. Tehát ott pont feltétel, igen. Azért a legfrissebb ajánlatban is ez a röhely. Ugye az orosz javaslat az, hogy az az öt ország szavatolja és garantálja. De most annyiban ravaszom, hogy a biztonsági tanács égisze alatt, ami persze adott esetben azt jelenti, hogy majd csak konszenzussal leütöntéssel fogom. Hogy az összeben? Egyébként csak annyiban hagy vitatkozok, hogy nem arról, tehát itt a tét elég nyilvánvaló, megtették az oroszok. De most arról szól a történet, hogy mi ezt ne vegyük észre, vagy nem tudom én. Az Oroszország nagy ország lesz és marad, még hogyha az összes iszlamizálódó közösség elmegy, ami hát nem valószínű. Ugye a közel külföldet azért meg tudja tartani Oroszország, de én, teljesen reménytem, de mindegy, most is elmondom. 17 millió négyzetkilométer. 17 millió négyzet. Atomhatalom, a világ leggazdagabb országa természeti kincseket tekintve. És az ő, ha ez nem egy agresszor állam lenne jelen állapotában, persze erre most el lehet mondani, hogy mindig így volt, tényleg mindig így volt, és mindig csak akkor állt meg, amikor muszáj volt neki. Magától nem állt meg senki. Tehát az orosz egy olyan gyarmatbirodalom, ami a szárazföldön terjeszkedett. Ha most nem lesz megállítva, nem fog megállni. Jogos a németek, már azon németek félelme, akik ebben félnek. És arra nem beszélve, újból szeretném aláhúzni, és
Persze ez a rossz történelmi párhuzam lesz, de hát ezek az ukránok, ez az egész furcsa népség, mert az 50-es évek közepéig azért ottan ellenállás volt, a második világháború után is, és hogyha valaki tényleg egy olyan világot akar mellettünk, mint ami Szíriában van, vagy a Közel-Keleten, tehát ezt a háborút egy véres polgárháborúvá transformálni, nem egy akkora nagy siker, mondjuk még ráadásul az ott élő magyarok számára, mert különösen nem. Sanyi azt mondta, hogy őt nem érdekli, hogy az Orbánt zsarolják, vagy nem, mert hogy a végeredmény szempontjából mindegy. Engem érdekel, már csak azért is, mert legalább, ha jól emlékszem, vagy háromszor szavaztam annak idején a Fideszre, te is biztos, Pista. A Sanyi is biztos, hogy szavazott a Fideszre. Igen, tehát azért itt szépen át vagyunk ugye verve, mert ugye az alaphelyzet volt, hogy 56-ot hogy ítéljük meg, meg Oroszországot, úgyhogy én még buzdítottam is, hogy pártot építünk. Igen, igen. Szóval csak jelzem, hogy Ungvári Krisztiánnak van egy podcastja, ami Orbán Viktor oroszok felé fordulás, a moszkvai, vagy nem damaszkuszi, hanem a moszkvai úton, hogy mikor fordult ő meg, kronológiai sorrendbe rakja, hogy egyszer csak miért lett ő. Nagyon érdekes, nézzék meg. Ő sem mondja, hogy ez biztos, hogy így van, de ha tényleg kronológiailag az ember megnézi a dátumokat, és hogy ő mit mondott, mit nyilatkozott, és aztán mi lett belőle mostara, hát bizony minimum érdekes. Lépjünk, mert vannak azért más témáink is. A választási körzetek megváltoztatása, vagy nem is a határok megváltoztatása, ugye tudtuk, hogy el fog jönni, de hát azért azt nem, már, nem furcsa, hogy már most? Hát január 1-ig meg kellett meg kell csinálni. Ja, hogy muszáj volt. Ja. Mert ugye előtt a választás megelőző évben már nem lehet választási törvényt módosítani. Csak jó. Ha Istenem, olyan nagy jó akkor. Mondjuk azért a két jó, bármit lehet. A legjobban Budapestet szabták. Fontos volt, mert még az igazságügyi reformot is eltolták miatta. Igen. Ez egy jó kis egyeztetés volt, nem? 23-59-től 24-ig tartott. Na, majd úgy is téma lesz, majd ott elmesélem, hogy miben vannak most az ügyvédek. Jó, na. Majd, akkor, még rá, most erről beszéljük, mert ez izgi. Akkor csak egy röviden annyit, hogy szerintem ez egy előrehozott választási csalás. Ja. És röviden és tömören. A Fidesz, mint azt rutinszerűen szokta, ismét úgy szabja át a jogszabályokat, törvényeket, most épp a választási törvényt, hogy az neki jó legyen, és az ellenzéknek rossz legyen. Itt én kiírogattam egy rakást, változtatást, de igazából nincs is értelme felsorolni, mindegyik arról szól, hogy ahol az ellenzék erős, akkor ott szépen szétszették, ide tolták, oda tolták, hozzácsaptak, és ahol a Fidesz még erősíteni akart, ott szintén az történt, hogy egy-egy fideszes körzetet megtámogattak, még 4-5, mint a középkorban, 4-5 faluban még így megtámogatták egy kicsit a várost. Ez nagyon leegyszerűsítve, mondd már Pisti, hogy egy fideszes szavazathoz, hát egy fideszes mandátumhoz választási csalázó kell, mint egy ellenzéki mandátum. De nem találták fel a meleg vizet, tehát azért ez egy 1800-as évek óta létező dolog, ugye a gerrymandering, persze, gyakorlatilag, igen, gerrymandering. De de azért ne hagyjuk ki belőle, tehát a hogy nem kell berakni a borítékba. Ja. Tehát léptünk egyet a nyílt szavazás felé. Bocsika. Igen. Bocsika, én nem érzem rázusnak. Mondjuk én se érzem annyira reálisnak. Annyira nem érzem rázusnak. Mert eddig is nagyon, én se kértem borítékot, hanem behajtottam. Alapvetően sokan. Egy kis településen, de a nagyon pici településen, ahol nagyon kevés választó van. Ott lehet probléma, meg egyébként a szavazatszámlálókkal iszonyú kiszúrás. Saját maguknak olyan jogot lennek, ugye. Bocs, Sanyi, volt ez a mi filmre vettük annak idején az, hogy tudod, hogy kijön, megkapja a 2000 forintot, és hozza a borítékot. Megmutatja, és a következő beviszi és bedobja. Hát ez úgynevezett levél. Igen, tehát ha most nem lesz boríték, hát mondjuk anélkül is meg lehet csinálni. Hát mindent meg lehet csinálni, anélkül is persze. Hát, igen, vagyok, de én attól most boríték. Hagyd lekapjak röhögő rohamot, és nem nyugtat meg, hogy jó, én is lehet, hogy nem, de erős kétségeim vannak abban a tekintetben. Ha mondjuk hozzád oda megy valaki számon kérőleg, akkor nem rúgod a seggbe. Seggbe rúgod, de nem rólad van szó. Pityu. Persze. Tudom, csak mondom, hogy jó. 500 szavazat van egy ládába adott esetben egy kis településen, ott már olyan sokat nem jelent, mert az utolsó 8-at tudjuk, hogy ki volt, aki bedobált. De mondom, egy pici belőtt valóban lesz. Meg mondjuk, ami viszont ugye problémásabb, az a 16
Na, 16 körzetre csökkentés Budapesten, mert ugye a 18 helyet most a 106 egyénileg megválasztott képviselőből 16-ot fogadni Budapest, ami azért az országhoz hozzáadott teljesítményét és az itt élő emberek, tehát a lélekszámot tekintve. Igen, gyakorlatilag erősen aránytalan, de nem is ez a nagy, szerintem nem is feltétlenül szavazatot remélnek ettől, bár nyilvánvalóan az ilyen típusú manipulációnak mindig az a célja, hogy vagy ugye a szavazatpazarlás, szétporlaszták szépen azokat a szavazatokat, amik egyébként a kihívóra mennének jelen esetben, és ez ugye mindig annak a rendszernek kedvez, ahol a győztes mindent viszel alapon működik. Tehát ugye ez mindig sokkal kedvezőbb a hivatalban lévőnek, és sokkal kedvezőbb annak, aki egy viszonylag enyhébb nyerességgel is már sokkal nagyobb szavazatmaximalizást tud elérni az adott képviselőtestületekben. De hogy szerintem a fő célja itt ennek az, hogy egymás ellen ugrasszák az ellenzékieket. Mert gyakorlatilag a már meglévő 18 helyre most 16 ember fog tudni majd csak pályázni. Másrésztről azokkal a manipulációkkal, amikkel mondjuk kerületeket összeraktak, a Dunán átmentek, nem tudom én, olyan körzetekbe kényszerít bele embereket, képviselőket, akik nem ismerik az adott helyeknek a problémáit, akik nem helyben bejáratott képviselők. Ráadásul egyébként pont a Csárdi Antal mondta, hogy majd 18 inkumbens képviselő fogja ütni az asztalt, hogy ő már pedig kell, hogy induljon a választáson. Tehát szerintem kettő az egyben sokkal. Krisztina, neked úgy tűnik, hogy ezt a budapesti politikát űző ellenzéket össze kell mondjuk ugrasztani. Ja, nem, egyébként nyilván nem. Csak nem nagyon úgy tűnik. Azért csak Tiszapárttal súlyosbítva mindez. De azért csak jól jön ki. Meg ugye egyébként a Tiszapárt, tehát pontosan megmérték, hogy a Tiszapártnak a szavazóit akarják elsősorban porlasztani. Hát ott ezt ott bele is nyújtak egy-két helyen. Ami nagyon aljas még, hogy ugye valóban a törvény szerint meg a demográfiai változások miatt ilyen egy választókörrel kellett volna csökkenteni Budapestet, de hát úgy voltak vele, hogy ha már egyen, akkor már miért lenne kettő, nem? Hát most én azt gondolom, maradhat. Ha már csináljuk kicsit maradhat. Ja. Azt gondolom, hogy nagyon elégedettek lehetnénk azzal, hogyha itt megállna ez a módosítási dömping. Tehát, vagy nem lenne ebből egy módosítási dömping, de azt gondolom, sokan félnek attól, hogy ezzel is mondták ugye ellenzéki politikusok, hogy ez csak arra jó, hogy, és láttunk már ilyet, hogy benyújtanak egy javaslatot, és igen, emellett azért annyiban igen, valóban van magyarázat, hogy itt valóban a lakosság számok, arányok változása, igen, Budapest lakossága valóban csökken, az agglomeráció valóban növekszik, tehát hogy ha nem is így, de ez hozzá kellett nyúlni. És az is igaz, hogy amit azt mondom, Tóka Gábor választójogi szakértő beszélt erről, hogy ő azt a kifejezést használta, hogy Budapesten így széttrancsírozta teljesen ezeket a választókörteket valóban, tehát szerintem most majd a szavazók is keresik, hogy tulajdonképpen ők most hova tartoznak, vagy ki az ő képviselőjük, vagy kik fognak ott elindulni. Zuglóban ilyen nagyon érdekes képződmény lett, de két oldalról kapott egy kis lakókelepet. És nyilván ez abszolút ki van centízve utcáról utcára, nem tudom én háztömbről háztömbre, hogy lehet akkor, hogy az a Fidesz valahogy jól járjon, de azért tegyük hozzá, hogy ettől még önmagában senkinek nem lesz több szavazója, és senkinek nem lesz kevesebb. És azt gondolom, hogy az ellenzék meg eddig is tudhatta, és ezre csak ráerősített arra, hogy ha egyáltalán labdába akar rúgni bárki is a Fidesz-szel szembe, akkor egész egyszerűen, hát a vidéken minimum pariba kell lenni a Fidesz-szel, máskülönben nem fog menni a dolog. Tehát matematikailag eddig se jött ki, most még kevésbé jön ki, hogy majd a nagyvárosra meg lehet verni. Ez talán utoljára a Fidesz-szel szembe 2002-ben sikerült, tehát akkor teljesen mások voltak az arányok. Ez nyilvánvaló. Csak itt igen, az fenyeget itt, hogy mindenfajta módosító indítványokkal egyszer csak bekerülnek olyan javaslatok, amik ehhez igazából nem is kapcsolódnak, de még durvábban elkezd lejteni a pálya, úgyhogy majd meglátjuk, hogy ennek mi lesz a vége. És hát az, hogy a Fidesz törekvései mögött semmifajta jó szándék nincs, az önmagában azt bizonyítja, hogy én azt gondolom, hogy hát bajban vannak, nem? Hát igen, hogy azt mondom én erre, hogy azt írtam, hogy úgy tűnik, hogy ők nem veszik komolyan a Nézőpont Intézet felmérését, mert a Nézőpont Intézet felmérés alapján igazából a Fidesznek csak hátra kellene dőlnie, mert az szerint is 10-valahány százalékkal vezet, tehát hogy az alapján semmi szüksége nem lenne az ilyen trükkös mahinációkra, de hát nyilván pontosan tudjuk, hogy nem erről van szó, tehát hogy a sanda szándék ott lepleződik le, hogy ha van olyan jogszabályi terület, az a választójog, ahol azért szerintem így alapszabálynak kellene lennie, illenék legalábbis
törekedni a konszenzusra, törekedni arra, hogy ugye a választási szabályok határozzák meg azt, hogy a politikai erők milyen szabályok szerint küzdenek a hatalomért, a mandátumokért, a parlamenti többségért. Ha ezt mindig, még hogyha meg is van hozzá a parlament a formális felhatalmazása, hogy ezt megtegye, mindig az egyik politikai erő írja át önkényesen a saját vélt vagy valós érdekei szerint, akkor ott már önmagában tiszta versenyről nem lehet beszélni, és azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy 2026-ban sem lesz tiszta, fel és tisztességes választás Magyarországon. Azért maradjunk annyiban a tárgynál, hogy mondjuk volt az önkormányzati törvénynek módosítása valamikor a 90-es években, de azután csak és kizárólag a Fidesz, mint hatalomgyakorló, némiképpen az én asszisztenciámmal is egyébként elkezdett babrálni, és azóta is csak a Fidesz babrál a választási rendszerrel, a győztes kompenzációtól egészen idáig. Ugye úgymond a végrehajtó hatalom hatékonyságának növelése érdekében. Hát itt nincsenek olyan drámák, hogy koalíciós veszekedések, és a többi, és a többi, és a többi. Működik is az ország nagyon. De amúgy ennek az egésznek így szépen lépésről lépésre, tégláról téglára, most már hosszú ideje, egyetemesen működik közre a mindenkori politikai elit a parlamentarizmus lejáratásában. Tehát így le is járatódik ezzel egyben. Mert hogy úgy megnyugszunk, hát lehetne még rosszabb is. De hát ebben benne vannak azok az erők is adott esetben, aki mondjuk például nyíltan és Magyarország egyik legtámogatottabb közéleményi kutatások által támogatottabb pártja buzdítja a választópolgárokat, hogy ne induljanak és ne jöjjenek el szavazni. Ez mi? Ez mi? Kezi csókolom. Ez mi? Amúgy meg van annyira hülye egyébként a magyar ellenzék, hogy cseszegeti egymást, tehát nem kell ehhez különösebb iniciatíva. Hát ugye miről fog most szólni egyébként, hatig az egész választási őrület? Hogy aki nem a Tiszára fog szavazni, az Orbánra fog szavazni. Ez megy. Reggeltől estig. Estéről estére, és hát ez szépen föl is fogja emészteni egyébként azt a megítélést, vagy tökéletesen erodálni fogja azt a megítélést, ami mondjuk itt a polgári demokrácia maradék hitelét megtámasztaná ebben az országban. Ez mérhetetlenül kiábrándító, és ebben azért nem csak kemény, a Fidesz. Igen. Nem csak annyit akartam mondani, hogy vicces, hogy pont a választójogi, meg önkormányzati, meg ilyen törvények alapján, vagy kapcsán várunk el konszenzust, amikor az alaptörvényt úgy hozták meg, hogy gyakorlatilag senkit nem kérdeztek meg. Egyrésztről, másrésztről, meg nyilván a Fidesz középső neve az elegancia, tehát azt tudjuk, hogy gyakorlatilag nagyvonalúak és gálásak. És a 60 most olyan elegáns. Meg az Annabál is olyan elegáns. Ahhoz mit szóltok, hogy már hogy ahhoz a magyar társadalom már napirendre tért, hogy nem kell óvónőnek lenni ahhoz, hogy a gyerekeket valaki óvónőként kezelje. Most már azt hiszem nem kell gyógyszerésznek lenni, hogy a gyógyszertárban eladó legyél, ami szerintem egy kicsit még veszélyes is. Hát most már nem is kell ügyésznek lenni, hogy valaki főügyész legyen. Most mint egy jogász, mit szól ehhez? Én őszintén szólva az összes alkotmánymódosítás közül ezt találom a legkevésbé problémásnak. Mert? Mert Európában egyébként egy csomó olyan állam van, ahol nem kell ügyésznek lenni. Belgiumban lehet bíró a legfőbb ügyész, Spanyolországban ilyen versenyvizsgák vannak, és tulajdonképpen egy ilyen ügyészi és bírói vizsgát kellett tenni az, hogy valaki legfőbb ügyész legyen. Azért azt mindannyian tudjuk, hogy ez egy politikai pozíció. Vannak olyan európai államok, például Csehország, ahol nyíltan politikai pozíció, az ilyen, vagy bocsánat, igazságügyminiszternek a javaslatára a kormány nevezi ki a legfőbb ügyészt. Tehát én ezzel, nekem ezzel különösebb bajom nincs. Másrésztről meg a magyar kis bohózatba nagyon szuperül beleillik, a legfőbb bíró egy ügyész, és hát most úgy néz ki, hogy a legfőbb ügyész pedig egy ügyvéd lesz, mert hogy én úgy hallottam a pletykákat, hogy ez a Lex Répási, mert hogy őt készítik elő, ugye 28-ban jár le. Lesz megszokni. 28-ban Robit. Jár le a mandátuma Polt Péternek, nyilvánvalóan 26 előtt azért lehet, hogy
lehet, hogy be fognak még biztosítani egy újabb legfőbb ügyét. Pontosan. Szerintem erről szól. Hát persze, nyilván. Ugyanezt játszották a média tanácsnál is. Nyilván, aha. És hogy állítólag ez van, most amúgy is zajlik. Tehát én azt gondolom, hogy a következő rendszer, ami össze fog omlani ebben az országban, az az igazságszolgáltatás. Mert a bírói reform, amit most áttoltak a bírói szervezeten, az olyan változtatásokat tartalmaz, amit a bírók torkán csak úgy tudtak lenyomni, hogy azért fogadták el a béremelést, ugye egy percük volt ugye véleményezni a javaslatot, mert tömeges elvándorlás van a bíróságokról, és nem is kizárólag elsősorban bírák vonatkozásában, hanem a szakszemélyzet, a leírók, az ügykezelők vonatkozásában. Volt olyan nap, hogy a fővárosi törvényszéken 25 ember állt föl egyszerre és mondott föl. Pedig, ha jól emlékszem, az ő bérüket valamennyire rendezte a Nem. És most ők 100%-os béremelést kapnának 2025-től, és az OBT pontosan ezért ment bele, hogy legalább ne legyen olyan iszonyú bérfeszültség a dolgozók között, mert különben leáll az igazságszolgáltatás. De akkor most elmondanám azt, ami valahogy így nem üti meg annyira a sajtó inger küszöbét, meg mondjuk még egy viszonylag új történet, mert talán tegnap előtti. A kirendelt ügyvédek? Abszolút. Na, a történet a következő. Október 29-én Tuzson Bence behívatta a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét, ezekről nyilvános hírlevelekből tudok, tehát nem árulok el semmi. Megjelent a sajtóban is. Igen, most már sajtóhír is. És elmondta neki, hogy innentől kezdve Havasi Dezsőnek, igen, aki egyébként megjegyzem egy kiváló ügyvéd, hogy innentől kezdve a kirendelt védőknek a költségeit, aminek az előlegezésére az állam köteles, de egyébként még már most is a kamara előlegezi, és ami most jelenleg óránként 7000 forint, jövőre azok az ügyvédek lesznek kötelesek, akik nem vállalnak kirendelést. Én például nem vállalok kirendelést. Én életemben 2 büntető ügyet csináltam, mind a 2-ben felmentették az illetőt, úgyhogy én a csúcson hagytam abba. Soha életemben, nem is áll szándékomban, nyilván nem is mennék el. Hát, fogalmam sincs. Tegnap nyomtattam az irodában, és az egyik kolléga egy viccesen kérdezte, hogy nyomtatod a BTK-t. Szóval a lényeg az, hogy az állam egy alaptörvényben garantált jogot akar megfinanszíroztatni az ügyvédi karral, ami olyan mérhetetlen módon abszurd, hogy egyszerűen sok hülyeséget kitaláltak már, de ez gyakorlatilag a mi szakmánk szempontjából, vagy hivatásunk szempontjából mindent visz. És a következőképpen nézett ki, az elnök úr rögtön jelezte az igazságügyminiszternek, aki egyébként maga is ügyvédként dolgozott eddig, hogy hát bocsi, de ez nem fog menni. Tehát ez annyira sok sebből vérzik, és ugye egyébként az eljárások végén a terheltek visszafizetik, vagy visszakötelezik őket a bűnügyi költség megfizetésére, ha az bejön, akkor azt kikapja meg, akkor azt én vissza fogom kapni, amit befizetek? Ha logikusan igen. Na hát nem. De így is sivatják a védencet. Tehát ez a végén mindenkit. Az állampolgáron csattan, vagy állampolgáron persze, is. Persze, és akkor lehet az ügyvédre mutogatni, hogy mert ez a pénzéhes szemétláda. Konkrétan az a helyzet most, hogy egy olyan jogszabályt hoztak meg úgy, hogy a területi kamarák vezetőit nem tájékoztatták, csak november 16-án egy ünnepélyes esemény keretében Tuzson Bence elmondta, hogy ez lesz. Ezt nagyon szerették, a honvédséget is így szárolták le, hogy jaj, igen, a bánában, hogy felolvasom, és akkor ünnepi most olvastam ünnepi. És akkor mindenki ott teljesen így le volt döbbenve, hogy mi történik. Értem, és bocsánat, nem is Tuzson Bence, hanem Havasi Dezső így elmondta, hogy erről tájékoztatták, és másnap benyújtották a törvényjavaslatot, a közhitelességi törvénybe rejtve egyébként, közhitelesség és mesterséges intelligenciáról szóló, és megnéztem az indokolást, egy büdös szó nincs arról, hogy ezt mi indokolja. Aha. A következő lenne a helyzet, ha én azt mondom, hogy nem iratkozom fel a kirendelt védői listára, amivel mindenki jobban jár, leginkább a védencek, potenciális védencek, akkor nekem évente most 96000 forintot kell azért fizetnem, hogy ezen a listán ne szerepeljek, ez egy kirendelési hozzájárulás, ami adók módjára behajtható, tehát a kamarai tagdíjon, a kötelező felelősségbiztosításon, és hát nyilvánvalóan az egyébként is fizetendő adókon és járulékokon felül, még egy ilyen extra sarcot kapok,
amit majd az én kollégámnak a zsebébe fognak tenni, egy ilyen kisebb-nagyobb bukkanókon és varga betűkön keresztül, aki ért a büntetőjoghoz és el akarja látni. Pont a kollégák között most egy olyan, tehát olyan hasonlatokat hoztunk föl, hogy ez körülbelül olyan, mint hogyha minden fogorvosnak kéne fizetni a 8000 forintot, mert nem akar ügyeletben szülést levezetni. Pont ezt akartam mondani, igen. Tehát, hogy annyira abszurd, egyszerűen... Hát most túl azon, hogy végül is ezek az óradíjak nagyon alacsonyak. És ez a dolog úgyis arra fog kimenni, hogy meg fogják emelni az óradíjakat. 8000 forint lesz. Ennyi pénzért rendes védelmet nem nagyon lehet ellátni. Úgyhogy... És maximálva van, tehát a jó, rendelési díj, nem, csak hogy az is maximálva van, tehát egy bizonyos óraszámon fölül nem lehet már. Van olyan kolléganőm, aki ott ült a Vizovicki perben, azt mondta, hogy tök rá fizetés volt neki. Jó, ezt én vágom, persze. Szóval, hogy jó, hát drágáim, ha büntető ügy. Hát ne haragudj már, ha lehajol a kormány, hogy kivegyen az állami fogorvosi ellátásból 1 milliárd forintot, mondom, 1 milliárd forintot, akkor mi lehet itten? Hát? Közben egyébként én azzal hergelem még a kollégákat, hogy megnéztem a szuverenitásvédelmi hivatal személyi költségeire szánt 2025-ben szánt összeget, ami 98 dolgozóra vonatkoztatva 2,5 milliárd forint, tehát átlagosan fejenként olyan 2 misit visznek haza, és egyébként azt szeretném azt a tévhitet eloszlatni, hogy egyébként... Igen, az ügyvédek, hát most így azt mondom, hogy jó, akkor van mindenféle kedvezmény. Akik mi az a portás. Igen. Ja. Szóval, hogy az ügyvédségnek van nagyon erős olyan része, mint ahogy a teljes társadalomra jellemző, akik nem habzsolják az életet aranykanállal, hanem konkrétan a mindennapi megélhetésért ugyanúgy küzdenek, mint egy tanár, egy áruházi dolgozó, vagy bárki más. Tehát, hogy ez egy azon felül, hogy ugye még a megélhetésedet is magadnak kell biztosítani. Mert, szóval a kép ugye az a médiából. Persze. Tehát, ügyvédként jó, hogyha az ember ilyen kis galamblelk, akkor Petrocellit látja. De azért a többségek pont azon a sztár ügyvéd is. Persze. Mert mi van végül is? Akkor az, amit a vállalkozó... Nem, titokban. Jó volt, otthon 4 fal között gazdag az ügyvédek. Igen, vállalkozó. Igen, ez is egy... Az arroganciáról Kövér jutott eszembe. Na hát. Nem mondja, hogy miért? Mi? Hogy az Isten? Ha ugye ez a Karsai Dánieles Emlékbizottság, hogy hát ugye röviden, hogy... Mostantól fogva, ha valaki valakiről a parlamentben meg akar emlékezni, akkor nem fog Magyar Péter ezni, akkor nehéz lesz címet adni. Magyar Péter állítólag megváltozott, legalábbis a dinamikája, a retorikájának, hogy ilyen szépen magyarul mondjam. Most mit akartál mondani? Megváltozott, és hogy más stílusban beszél a lakossági fórumokon, és országjárásra indult. Most kitett azt szembe, hogy valahol egy vizes blokkó. Miskolci gyermekot. Az annyira durva. Ez sokkoló. Hát 14 év gazdasági dörgés. Az valami biztos akar beszélni a Magyar Péterről, engem meg nem érdekel. Engem nagyon izgat, hogy ki volt az, aki azt mondta, vagy honnan van a forrás, hogy megváltozott. Jó, mert cikket olvastam róla. Két lakossági fórumra, és akkor megnézték, hogy Szerencsen és Miskolc, hogy beszél, és hogy már kezdődik, visszafogottabb, higgadtabb más az üzenet, de mondjuk ez az adott újságírónak a véleménye, tehát hogy most ebből ezt a következtetést mondta le, ahogy, ami ezt teljes mértékben joga van, aztán vagy írva, vagy nem. Jó, hát én követtem ugye mind a két beszédet itt az oldalán, meghallgattam, most megmondom, hogy nem hasonlítgattam össze, hogy mennyire más, mint ami volt a június 9-i előtti országjárásán. Nyilván ő is azzal kezdte, hogy szerencsére, hogy egy új helyzet van azóta Magyarországon, ez milyen politikailag, belpolitikailag mindenképpen igaz, és hát ez leginkább neki, illetve a pártjának köszönhető. És azt gondolom, teljesen logikus, hogy ő most ezt az országjárást így elkezdte, vagy visszatérte ez a formátumhoz, hiszen azt gondolom, hogy a sikerét azt jó részt ezt hozta meg neki. Tehát ez a közvetlenül kommunikálni a választókkal, oda menni, megkeresni őket, ez abszolút egy nagy találmány természetesen. Csak a magyar politikában valahogy, különösen az ellenzéki térfélen, ez úgy, mint hogy rosszabb, hogy kikopott volna, de nem volt annyira hangsúlyos az utóbbi időszakban is. Itt megint csak ugyanott vagyunk,
hogy látszik a kontraszt a Fidesz és a Tiszaféle országjárás között, hiszen a Fidesz is országjárásba kezdett, nemzeti konzultáció jegyében, és ugye ott most megint azt csinálják, amelyeként Lázár János múltkor azt mondta, hogy ezt rendkívül kontraproduktívnak tartja, hogy ugye nem nyilvánosan meghirdetett fórumokat tart a miniszterelnök, meg a fideszes politikusok, hanem nyilván megszűrt, kiválasztott közönség előtt beszélnek, ugye a független sajtó a közelébe sem mehet, és akkor abból aztán valami videókat, meg nem tudom miket kiszivárogtatnak, vagy közzétesznek, de én azt láttam, hogy nyilván ő azért is erőbánul, most Magyar Péter azért kezdte ebbe, mert ez egy lehetőséget lát arra, hogy az a fajta cunami, ami rázódult itt a hangfelvételek kapcsán, hogy ő megpróbál visszatérni arra a pályára, amit ő ugye eltervezett, hogy hogyan építi föl ezt a remélt ugye kormányképes alternatívát, és ezt hogyan próbálja megjeleníteni. Azért most is elég sok konkrét dologról beszélt, és azt gondolom, hogy volt egy egészen, hát hogy mondjam, úgy érzem, hogy a közönség is, hát hogy mondjam, jól rezonált erre, amikor itt ez a gyermekvédelemről beszélt. Hát én ez nagyon fontosnak is tartom, hogy ezt a témát, amit ugye a kegyelmi botrány ugye felhozott, akkor aztán persze mindenfajta nagy fogadkozások voltak, hogy na most aztán majd valami lesz itt a gyermekvédelmi ellátórendszerrel, nyilvánvalóan semmi érdemi nem történt, és megint megmutatta azt, hogy hát ez a rendszer ez recseg, ropog, és nyilván az a kormány identitásának az egyik pillérét továbbra is ki tudja vele kezdeni. De nyilván ez most kezdődött, tehát ez egy nappal ezelőtt elindult, tehát ugye mondjuk politikailag értékelni, különösebben még szerintem nem nagyon lehet ezt az akciót. Egy dolgot lehet politikailag értékelni, hogy Miskolcon a polgármester, a fideszes polgármester megengedte, vagy hát így hozzá. És meg is dicsérte, vagy tízszer a beszédét, ezt nem gátolta. Ez azért szerintem... Mit engedett meg? Hogy a sportcsarnokot használják, ugyanis sem Debrecenben, de nem. Sem Debrecenben, sem Nyíregyházán. De az a baj, hogy ilyen átlagosan normális dolgokat így megint persze, nem tűnik. Persze, de itt tartunk, igen. Megtörtént. Hát humanistákat nem engednek föllépni, aki persze. Elképesztő. Hát néhányat én sem. Na, azért, hát most ez a korszak, 26-ban választás, meglátjuk. Én egyelőre még mindig ott tartok, hogy azzal hálva a fiatalember, hogy ne menjünk szavazni Tolnába. Ezzel hálva. Tehát ez mind nagyon szép, ezek tényleg nagyon fontos dolgok, a választókkal találkozni kell, heuréka, ez így működik, hát nyilvánvaló. Amúgy azok a jelenségek, amiket még kísérjék adott esetben, hogy bánnak a sajtóval, és kit engedek be, meg kit nem engedek be, hát ezektől én még minden kapok röhögő rohamot, és ráadásul ő így kezdi az Orbán, amikor elkezdte, nem így kezdte. Ez az egész sajtóhoz való viszony, és ez nem a lehallgatásokból, a félreértés nem vagy felvételekből, hanem ez is ezt a szubkultúrát. De nem is voltak ilyen sajtóviszonyok, Sanyi, amikor az Orbán De most mit akarsz ezzel mondani? Semmit. Na tényleg, akkor mondd, nem voltak ilyen sajtóviszonyok. Beengedném, hát ilyen teljesen... Hát, ez egy nagyon nehéz kérdés egyébként. Nagyon nehéz. De hát, én alapvetően tehát az egyik képviselem, hogy mindig mindenkivel le kell ülni vitázni, kívülölj az Enszki Zsoltot. De nem ugyanaz. De hogy és a politikusnak, közszereplőnek igenis kötelessége, hogy mindenkivel szóba álljon, de ez egy naív elmélet. Próbálom ezt vallani, de most már én sem tudnék ragaszkodni hozzá. Még politikus oldalon egy dolgot szeretnék hozzátenni. Elég zord sajtóviszonyok között kezdtem 90-ben a politikai pályafutásomat. Finoman szólva. De nem kellett leülned egy olyan úgynevezett újságíróval, aki mondjuk fél éven keresztül rólad a családodról kamu dolgokat terjesztett. De kellett, és azóta is kell olyanoknak az embernek túlélni magad. De azért figyeljetek már ide, a politikustól bizonyos dolgokat várjatok már el. De szerintem például a tűrést, igen, a tűrést el kell várni. No, pláne aki mondjuk miniszterelnöki ambíciókkal rendelkezik, annál meg különösképpen el kell. Ez az egyik dolog, a másik dolog, ezek mind olyan dolgok, mondjuk például az a másik dolog is, hogy nem kellett nekem ahhoz a lehallgató, vagy felvételeket meghallgatnom, nem is nagyon, hát valamelyest igyekeztem, de hát látszik az magától, hogy nem engedi megszólalni a politikus társait. Hát ehhez most nekem kellett egy lehallgatás? Vagy egy felvétel? Hát nem is neked szól.
persze. Mármint értetlen. Jó, de most azért nem a... Nálod akkor, nem te általad képviselt. De most, hogy miről beszéltetek, én meg erről beszéltem. Jó, csak azt tudom mondani, hogy azért azt, azon megint csak egy érdekes kérdés, hogy azt a fajta médiát, ami, én láttam azt a videót, nem tudom, azt láttad, amikor megérkezik Miskolcra Magyar Péter, és kiszáll az autóból, és gyakorlatilag oda szorítják az autóhoz hát ismerjük kicsodák a úgy köztévé, meg hírtévé, nem tudom, kérek az emberei, föltesznek egy kérdést, amire egyébként megpróbál válaszolni Magyar Péter, de azt nem engedik, hanem már ott, és akkor ott van egy ilyen 20-30 ilyen hát nem tudom, minek nevezzem, tehát ilyen fideszes aktivisták mondjuk legyünk ilyen. Ezek, akik ott gyaláznák, üvöltöznek, tehát már ilyen kicsit ilyen verbális lincs hangulat alakult. Mérsékelten éreztem őszintének a tömegfelháborodását. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy természetesen én is annak a híve vagyok, hogy lehetőleg mindenkivel álljunk szóba. Én például jó példával jártam el, meg is írtam, hogy hétfőn engem felhívott Bohár Dániel, megkérdezett valamiről, hogy mi a véleményem, válaszoltam neki, és a lejárató videójából ki is maradt. Aztán persze az egész videót töröltem, mert nagyon gyenge volt egyébként. Mert egyébként tényleg nagyon gyenge volt, tehát hogy ez a újságírókra vonatkozó izékre. És én... Amit a heti választók kaptak, amit a Stumpf visszaírt, hát az nekem a szívem csütke. De csak azt akarok mondani, hogy azért az is egy érdekes kérdés, hogy egyáltalán valóban ezt a fajta média dolgot, ezt mi sajtónak kezeljük-e. És az Devaragut Sándor azért a 90-es években se a MDF kormány idején, se a ti kormányotok idején, se azután azért ilyenfajta média konglomerátum nem volt. Meg maradjunk ennél a képnél. Hogy miért nem lesz jó szerintem a párhuzam, bár ez hülyeség volt, mert én nem mondtad el, de hogy... De hogy nem csak, hogy itt, ami Miskolcon történt, hogy ezekkel a hangfelvételekkel kapcsolatban, hát nem szivárogtak ezek ki, mert ezt tudatosan készítette a hölgy, és odaadta. Mindegy, nevezünk ki szivárgásnak. Szerintem meg a titkos szolgálat. Hogy itt lehetne kérdezni azért. Szóval itt lehetne kérdezni bőven Magyar Pétertől. De a kormányzati nyilvánosság munkatársai, na ez egy egész jó leírás lett, azok nem újságíróként vesznek részt ebben a folyamatban, mert nem azt kérdezik meg, hogy mit tervez, amiket, hanem a következő kérdéssel mennek oda. Nevezzem meg egy soros ügynököt az európai parlamenti képviselői közül. És egyébként... Érted, tehát hogy maga ez egy mini publicisztika. Tehát ő nem tudósítani akar, balhét akar. És ez a különbség az újságíró meg a nem újságíró között. Az újságíró tudósítani akar, meg akar tudni dolgokat, hogy azt a közönsége elé tárja. Ezek nem, ezek balhét akarnak. De erről szól. Tehát azért mondom, hogy nagyon nehéz most már ez a dolog, hol a sajtónak a határa és hol kezdődik a nem sajtó. Nehéz. Egyébként meg a tűrési kötelezettség, tehát nyilvánvalóan, aki közszereplőnek áll, az azzal a tudattal lép a nyilvánosság elé, hogy innentől kezdve ugye őt becsmérelhetik, sokkal nagyobb toleranciával kell rendelkezni a személyét érintő kritikák vonatkozásában, de az, hogy nyilvánvalóan segítséggel mondjuk egy magánbeszélgetést úgy rögzítenek egy párkapcsolaton belül, hogy aztán az majd nyilvánosságra kerül, nehogy már azért egy politikus nem mondhassa magánbeszélgetésben azt, amit egyébként valónak gondol. De most egyébként nyilvánvalóan hozzáteszem, hogy nyilvánvalóan ez az egész poloska petizés, meg nem tudom én, tehát nyilván olyan helyet is kerestek, vagy olyan szituációt is kerestek, ahol ezt vissza lehetett rávetíteni, de azt, amikor az asszonyt fölvette, akkor ott azért ő egy bűncselekménynek a feltárásáról beszélt. Nem pedig így egy minisztertársát meggyanúsította egy hivatali bűncselekményt. Egyébként lehet szeretni, nem szeretni. A csávó elképesztően dolgozik, és rengeteget megy, és tényleg mindenkivel odaáll egy fényképre, és az embereknek igenis ez hiányzik. Most Orbán Viktorról beszél. Csak azért vagyok ilyen veled, mert Sanyi elfelejt. Mindig az új vendégeket kérdés, érdeklődve hallgatom, hogy mondjam, milyen borzasztó, hogy jaj, és akkor összeállunk, meg odaáll, meg mit tudom én. Én maradnék annál, hogy változik, és nem most kezdődött, és nem vele. Ez a történet, amire a Pista is utal, hogy és akkor a sajtó, vagy a magát sajtónak nevező, ismerjük azt a műfajt is, propagandista, és a politikusoknak milyen az ideális viszonya, vagy milyen lenne. Meg ráadásul ez a posztmodernben eléggé sajátosan alakult Magyarországon, meg különösen. Én azzal egyetértek, én akkor is
mint alanya annak idején, azzal együtt azokkal az élményekkel, és akkor nem akarom ezeket sorolni, és nem 94-ről és 98-ról beszéltem, mondjuk például 91-92 környékén, mondjuk az akkori MSZP elitjének a sajtóhoz való viszonya, pontosabban a sajtónak ahhoz az MSZP-hez való viszonya eléggé sajátos volt, finoman fogom. De nem erről akarok beszélni, hogy milyen sanyarú volt a sorsa, hanem azt szeretném ajánlani mindenkinek a figyelmében, hogy azért ne kelljen már zokogni, hogyha egy politikus, ha már egyébként ő maga is egy bizonyos szubkultúrát kezdik meghonosítani, kezdve attól, hogy nem olyan értelmetlen kérdés az, az például, hogy ki kezdte. Hát azért a dolog, az antré az volt, ide idézem a két nevet, ugye Cegléri Zoltán meg Hont András. Hát ki? Hogy került a csizma az asztalra? Az első, hát a politikai fellépése, az első politikai fellépése az lényegében a második, hogy hívják, interjúnál, partizán interjúnál, hát ha nem nézitek, akkor úgy könnyű, ahol a Ceglédinek meg a Hontnak rongyolt, mint propagandistának, meg a HVG újságíróinak a kinyírása. Most mindegy, a lényeg, hogy nem kéne ennyire megbocsájtónak lenni, a politik szabad, ettől még szárnyalhat, meg szavazzon rá, aki akar, meg rendítse meg az Orbán rendszert. Nagyon helyén való, egyetértek, de közben azért, ha valamit észlel a választópolgár, mert a politikus nem egyedül keletkezik. A választópolgárnak befolyásolnia kell a politikust, ha úgy teszik, mondjuk terelgetni kéne a politikust. Most mit tudom én itt, tegnap nagykörös voltam. Orbán Viktor mondtam, jól elterelődött, Sanyi. Mit? Orbán Viktor jól elterelődött. Na de, jó Sanyikám, hát oké, okay, de most nem erről beszélek, hanem arról, hogy van közünk ahhoz, résztvevői vagyunk annak a folyamatnak, ahogy a politikus keletkezik, legyen az bárki. Hát, hogy hozzájárultunk, igen, hát nekem van ezzel kapcsolatban bűneim Orbánnak kapcsolatban különösen, de ha onnan nézem, hogy sikerült azért megbuktatni a Gyurcsányt, akkor ilyenkor felmentem magam egy kicsit. Na de, azért 2020-valahányban ne legyek már attól, hogy is mondja, boldog eufériában, hogy másfél évvel a választások előtt igazából arról beszélünk, hogy feltörekvő ifjú politikai erőnek milyen viszonya van a sajtóhoz, és a sajtónak milyen viszonya van hozzá. Hát egy röheg. És ekközben mondjuk arról a kérdésről, hogy az miféle demokratikus attitűd, mondom harmadszor, hogy arra buzdítja a saját választóit, hogy ne menjenek el szavazni. Egyébként egy időközi választás. Egy időközi választás. Én egyébként azt gondolom, hogy nem, hogy itt a hangos a felszín, mint mindig, és azért a mélyben a Tisza pártnak a szavazói megkötik saját magukkal ezt az alkut, hogy annyira fontosan ernek, hogy elnézzük ennek az embernek a ilyen-olyan-olyan dolgait. Látják, hogy jó, működik. Azt is látják, hogy... De azt mondják, hogy... De csak nem, hogy nem mindenki fanatikus, és nem mindenki ilyen B-közepes vádi szektás. Én Sofiba hagytam a fanatizmusomat már 18 óta. A lényeg az, hogy megvan. Hol hagytad? Bármikor? Sufniban. Bármikor elég. Összenekeverd a karácsony számot. Én meg tudom magyarázni, én is. Én meg is értem. Teljes mértékben. Jövő héten találkozunk. Ennyi. Mit nem mondtam? Semmit, apám, semmit nem mondtam, mert hogy... Mi van a labban, meg ilyenek, tudod? Na, mondja. Kötött fogás excelt, azt mondtad. Nem csak azért, mert az a téma, amiről beszélgettünk, ugye itt a Magyar Péter kapcsán, az azért is, amúgy is szóba jött volna, de hogy a Krekó Péterrel van egy kiváló interjúnk erről az egészről, ő van a címlapunkon. Te is csináltad? Nem, a Krekó. Úgyhogy jó szívvel ajánljuk ismét a lapot, vegyenek minket, mire, támogassanak mire minket, mert akkor lesznek ilyen kiváló műsorok. Is megvették, nem? Hát legalábbis reménykedem benne. Hát nem tudják, mert holnap. Holnap jön ki, az péntek, igen. És akkor ez meg vasárnap kerül adásban, nem? Tehát akkor nem. Már két nap. Sanyi, nem. Ezt majd vágjuk ki. Nem, ezt nem vágjuk ki. Ezt nem vágjuk ki. Hát ott szóval így szokott ez lenni, de biztos láttál már ilyen műsort, nem? Az a cím, hogy a kötött fogás. Mi? Akkor már nem jössz ki. Jó, mindegy, ezt kivágjuk, jó? Mondd el újra. Nehogy vágjuk ki. Na. De én nem szégyellem, mert a tévedni emberi dolog. Így van. Mondta ki segér. Mondta Magyar Péter. Jó. Hát akkor így van még. Viszontlátásra.